25 éve még 6 óvoda részvételével rendeztek a Nyíregyházi Városi Stadionban sporttalálkozót az óvodás gyermekeknek. Akkor még versenyeztek egymással a kicsik és az intézmények. Az évek során átalakult a rendezvény, és verseny helyett fesztivál jelleget kapott. Rájöttünk, hogy nem kell nekünk versenyezni, hiszen az óvodás gyerekek nem életkori sajátosságokból adódóan nem érettek még arra, hogy versenyezzenek, viszont arra érettek, hogy egy ilyen nagy helyiségben, egy nagy tornacsarnokban játszanak, mozogjanak, de ez egy sokkal örömtelibb legyen, mint hogy a versenyre készüljünk. Akkor jó egy rendezvény, amikor mindenki nyerhet, és mindenki részt vehet. Itt már, ha a képességeket nézzük, azt mondjuk, hogy lehet egy szerényebb képességű gyerek is, aki esetleg futni nagyon tud, viszont esetleg nem tud olyan jó labdajátékot játszani. De lehet, hogy van olyan gyerek, aki jó magas, nagyon gyorsan tud futni, vagy éppen a nyuszi futást tudja nagyon jó, vagy a nyuszi ugrást, de esetleg egy másik tevékenységben egy picikét kevesebb teljesítménye van. Adjuk meg a lehetőséget mindenkinek, hogy a saját képességeit tudja kamatoztatni. Nem csak az óvodások sportfesztiváljának a tartalma, hanem a helyszíne is változott az évek során. Az egyetem atlétika csarnoka és a BEM iskola után a Continental Arénába került a rendezvény. Idén 28 óvoda, 280 gyermeke érkezik a csarnokba. A sportfesztivál célja a találkozáson és a játékos együttléten túl az is, hogy már fiatalkorban megszerettessék a gyermekekkel a sportolást. Azt mondjuk, hogy bármilyen 5-5 fős gyerekeket el tudunk vinni, elvisszük azokat a gyerekeket is, akik most még nézelődőek, esetleg kis-középső csoportosok, ők ott lesznek a nézőtéren és figyelnek. Ahogy a nők is megnőnek és nagy csoportosok lesznek, valószínű, hogy fognak jelentkezni az óvodinél, hogy ők szívesen részt vennének egy ilyen fesztiválon, egy ilyen játékos vetélkedőkön. Hiszen ezek az eszközök, amit a sportcentrumtól kapunk, nagyon látványosak, minden eszköz szinte olyan, amit az óvodában használunk. Akár rollerről beszélek, akár nagy labdáról, vagy bármilyen eszközről, mindezeket használjuk az óvodában. És a gyerek látja, hogy ezt biztonságosan ő már tudja kezelni, szívesen részt vesz ezen a fesztiválon. Szikszai Róbert vagy Hellebrand Máté, Nyíregyháza olyan ismert sportolói, akik egykor maguk is részt vettek az óvodások sportfesztiválján. A rendezvény az utánpótlás elérése szempontjából is jó lehetőséget biztosít. Ugye most a mai sport az megköveteli, hogy minél hamarabb szólítsuk meg, keressük meg azokat a leendő versenyzőinket, akik tudnak csatlakozni a sportcentrum kötelékébe, és hát ennek is egy rendezvénye lesz ez a csütörtöki fesztivál, úgyhogy mindenféleképpen erre még nagyobb szélességben szeretnénk a jövőben kiterjeszteni az erőinket, és én bízom benne, hogy egyre több gyerek fog aktívan sportolni. Az óvodások játékos sportfesztiválján nem csak minden gyermek lesz éremmel és ajándékokkal gazdagabb, hanem az óvodák is megkapják a feladatok során használt sporteszközök egy részét.